vallásra megszentelése, őszintévé és tisztává tétele jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz annak, aki megölked. Mennyi édes atyánk, hogy jó voltodból és irgalmadból napjainkhoz napokat toldasz. Voltartottad tőlünk a betegséget, a halál angyalát, hozod a te áldott napodat mind a jókra, mind a gonoszokra. Az asztó is volt a prófétai időkben, amikor hallgattál. Amikor elnémult a prófétai szó, azért, mert haragra ingereltek téged az emberek, választott népet. Uram, őrizd meg bennünket attól, hogy mi is haragra ingereljünk bennünket. Mert te látod, hogy most is, mint az akkori időben, egyszerűen te kell lesz az embereknek, hanem csak a köszönöm te néked, hogy ami számunkra a napi igény keresztül tanítani akarsz bennünket az elkövetkezendőkre nézve. Lelkben és igazságban tudnak itt lenni közöttünk. Gyógyítsd be testvérek, az az ige által bizonyságot szeretnék venni előttetek, írva található a mai újszövetségi ige szakaszban, amiből olvasó vezérfonal szerint szólnak a Timóteusodért első levele 4. részében. Élek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanokra figyelnek, és olyanokra, akik képmutatóan hirdetik a hazugságot, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással fogyasszák a hívők és az igazság ismerői. Mert az Isten minden teremtménye jó, és ez sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. Mert megszentelődik az Isten igéje és a könyörgés által. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgálja leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és ostoba mondákat pedig utasítsd el. Inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna. A kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszédez és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket és tanítsd. Azt hinni az ember, hogy kezdetben a gyülekezet, az egyház kezdete idején, akkor minden olyan nagyon flottul és nagyon rendben ment a világban, különösképpen a gyülekezetekben. Hiszen az volt az első zsenge gyülekezetek, akik megalakultak, és azokban a gyülekezetekben csak olyan emberek tartoztak, akik Úrnak vallották Jézus Krisztust. Tehát a hívőknek a gyülekezete volt, akik igazán hittek, és nem a vallásosak, akik csak jó vallásosak voltak. Azonban tudjuk nagyon jól, hogy a mi ősi ellenségünk, a sátán, az akkor sem volt. Ő akkor is talpon volt, és harcra kész volt a hívők gyülekezet ellen, és mi más lenne a fegyver a sátánnak, mint a megtévesztés. Mikor legutóbb itt szolgáltam, akkor is elmondtam, hogy a sátánnak az egyik legfontosabb eszköze a féligasság.
ami majdnem igaz, de mégsem igaz. Itt látjuk, hogy Timóteust inteni kell Pál apostolnak, hogy mire vigyázzon. Ifjúkora létére ugye még nem rendelkezett olyan ismeretekkel, sem a törvény, az ószövetségi ismeretekkel, mint amivel ugye Pál apostol is rendelkezett, hiszen Pál apostol, tudjuk, nagyon teológiát tanult, mégpedig leghíresebb teológus keze alatt, Gamaliel keze alatt tanulta a teológiát, a törvényt, a Tórát, tehát ő neki nagyon nagy ismerete volt. Éppen ezért ő tudta nagyon jól Jézus Krisztusnak megszületésének az előzményét, valamint a megváltásnak az előzményét is. Timóteusnak ezt tanulnia kellett. Na de, kedves testvérek, hogy ha Pál apostolnak olyan nagyon jó tanítója is volt, mint Gamaliel, én azt hiszem, hogy Timóteusnak is, és a mai Timóteusoknak, nekünk is, még sokkal jobb tanítónk van, mint Gamaliel, és ez nem más, mint a Szentlélek Úristen. Azt mondotta Jézus, amikor megígérte Szentlélek eljövetelét, hogy megtanít majd titeket mindenre. Mindenre. És olyan csodálatos, hogy ez be is igazolódott, mert bizony nagy szükség volt, különösképpen a szórványokban alapult gyülekezetekből lett vezetők részére, hiszen ők nekik nem nagyon volt kitől tanulniuk, vagy ha tanulni is akartak a régi zsinagógai előjáróktól, tőlük csak a rosszat tanulhatták, csak a törvény betűje által, ami most már a Jézus Krisztus váltság halála óta nem üdvözítő jellegű. Nem üdvözítő jellegű. Tehát nézzük meg, hogy mire is intít az apostol. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra figyelnek. Elszakadnak a hittől. Testvérek, itt mondjuk olyan kiigazításra szorul ez a mondat, hogy a Jézus Krisztusba vetett hittől szakadnak el. Mert hinni minden ember hisz. Olyan ember nincs ezen a földön, akinek valamilyen hite ne lenne. Még azt is mondhatnám, hogy Isten hite minden embernek van. Tehát istentelen ember, mint olyan, nem létezik. Hiszen tudjuk nagyon, még az őserdőkben is, ahol soha nem jutott el az igei tanítás, ott is imádják az ő kézzel faragott totem oszlopaikat, isteneiket, vagy esetleg a csillagokat, a napot, a holdat, vagy állatokat istenítenek, ugye? Nem volt ez másképpen ugye a fáraó idejében sem. Tehát vannak nemzedékek, ahol a legfőbb isten például a kobra, a kígyó. Tudjuk nagyon, hogy a Biblia tanítása szerint valóban a kígyó istenné tette magát, mert engedetlen volt az Isten akaratával szemben. Tehát azért mondja éppen, hogy elszakadnak a hittől, az igaz hittől elszakadnak is, meg akarják, ki akarják egészíteni a megváltástanát. Ki akarják egészíteni. Kedves testvérek, amint látjuk, ugye, mostan a Heidelbergi K.T. tanítása szerint éppen a szerdánként a bálvány imádást
vettük annak a ikénkét, és amint látjuk, hogy már nem csak a kívülállók, tehát a nem keresztény, nem üzetiségűek fordultak el a hittől, hanem a keresztény beállítottságú felekezetek is, akkor, amikor kiegészítik az ő tanaikkal a megváltás művét, amely kizárólagosan csak kegyelemből, hit által adatott az embernek, és nem cselekedetek által. Amikor hangsúlyozzák azt, hogy cselekedj jól, és majd Isten beszámítja neked üdvösségét. Tehát nagyon veszélyes dolog az, kedves testvérek, amikor megtévesztő lelkekre hallgatnak. Megtévesztő. Azért mondom, hogy a kereszténységből is egy kicsi, a buddhizmusból is egy kicsi, a zsidó vallásból is, a tórából is egy kicsi, egy ilyen egyveleget tanítanak, és ez a legveszélyesebb, mert látványos a tan. Hogy vegyek példát csak, ugye a rózsafűzérre. Kik használják ezt? Kik használták eredetileg is? Hát a pucsisták. Ott van a kezükbe, állandóan morsolják, csak ők nem rózsafűzérnek hívják. Ahány imát elmondanak, mindig annyi szemet kell odébb húzni rajta. De kit imádnak ők? Hát Buddha. Ő az Isten. Vagy ott van történetesen, az előbb említettem, hogy a zsidó vallásból átvett téta, ami igaz volt addig, bár az is csak féligazság volt, amíg Jézus Krisztus meg nem halt a kereszten, hogy, amit az Úr Jézus is mondotta, gazdag ifjúnak mit mondott neki. Mikor kérdezte, hogy mit kell cselekednem, hogy az üdvösséget elnyerjem. Tartsd meg a parancsolatokat és élsz. De még akkor Jézus Krisztus nem halt meg. De mivel Isten látta azt, hogy egyetlen egy pátriárka sem tudta megtartani a parancsolatot, hogy azáltal üdvözült volna, éppen azért már azelőtt is a kegyelem dominált az üdvösség kérdésében. Ugye? Ábrahám és Jákob is, Dávid is, és sorolatán tovább mindegyik kegyelmet talált Istennél. Az ő bűnei bocsánatára. Mert nem tudták megtartani. Ahogy énekeik is a kedves énekünkben, hogy törvényednek eleget bűnös ember nem tehet. Buzgóságon folyna bár, vagy folyna könnyen, mint az ár, elég tételt az nem ad, csak te váltott meg magad. És ez nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra figyelni. Ördögi tanítások. Kedves testvérek, amint láthattuk, hogy akkor is voltak ördöngősök. Ilyen volt az ószövetségi leírások szerint, az új szövetségi leírás szerint Simon Márkus. Az ószövetségben többről is olvasunk, például ugye ott voltak a fáraó udvarába azok a mágusok, akik szintén így jóvá tudták a botot változtatni, de hogy említsem itt a mai napig áthúzódó egyik legveszélyesebb dologra, ami kétesősónak az egyik veszőparipája, a halott idéző, ugye? Saul király is
tulajdonképpen azért lett kegyvesztett Isten előtt végül is, mert elment a Endori jósnőhöz. Attól tudakolta, hogy lesz egy győzelme, vagy nem lesz. Tehát láthattuk, hogy akkor is voltak, és most pedig a nagy szabadsággal, ami ránk köszöntött, özönével áradt ránk a ördögi tanítás. Özönével áradt ránk. Az előző átkos rendszernek tulajdonképpen annyit azért köszönhettünk, hogy nem nagyon engedték be ezeket a tanokat. Eszükbe se lett volna Kádárnak engedélyezni azt, hogy a buddhisták is templomot építsenek Magyarországon, hogy a krisnások bejöjjenek. Eszély ágába se lett volna ezt engedélyezni, mint ahogy nem állt esz ágába se ezt engedélyezni, hogy a pornográfia terjedjen, ugye? Emlékszek rá vissza, amikor vagy végbe voltunk, mindjárt azt kérdezte a vámos először is, hogy van-e pornográf, folyóirat vagy kazetta? Tehát tudták nagyon jól, még az istentelen emberek is tudták nagyon jól, hogy milyen veszélyt rejt ez a társadalomra. Ezek, mindezek a dolgok milyen veszélyt rejtenek. Hiszen ők nem csak a keleti vallásokat tartották veszélyesnek, hanem még a kereszténységet is, igaz? Mert minek tartották? A nép ópiumának tartották a kereszténységet is, tehát veszélyesnek tartották, mert azt gondolták, hogy veszélyezteti az ő hatalmukat. Pedig én azt mondom, hogy nem féltek ők annyira a keresztényektől, hiszen nekem volt tapasztalásom benne, hogyha megismerték az embert, az ellenőrök is, végigjárták az összes állomást, mindőt szondáztattak, én is vártam őket, de hozzám nem jöttek be sem. Csak megkérdezték a szomszéd állomáson, hogy ki van szolgálatban. Tehát tiszteletbe tartották, és tudták nagyon jól, hogy a keresztény ember megbízható, és hogy elhangzott itt, nem tudom, mit hallottam én előadásban, hogy például a raktárosnak is szívesebben választottak olyat meg, aki keresztény ember, mert az nem lopik. Ugye? Tehát az nem fogja ellopni a TSC-nek a vagyonát, a búzáját, vagy stb. Tehát ennyire azért mégis tisztában voltak vele. Na de nézzük csak, hogy mik is ezek az ördögi tanítások. Én feljegyeztem itt magamnak, mert sokszor nem szokott ezt, nem szoktak ezek a nevek eszembe jutni, ugye, amelyek keletről jöttek be, keleti misztikák például. Ilyen a New Age. Ez egy olyan keverék vallás, amely szintén a kereszténységből is egy kicsit, nyugatból is, és mindenünkben egy kicsit hozzátesz, és összevon is, na ezt tanítják, mert ebbe is vannak látványos dolgok, többek között itt is vannak olyan hanyatesések, aztán dübörgő dobok, és sorolhatnám még tovább, amik vannak a ilyen helyen. Aztán a szientológia, az is egy nagyon veszélyes tan, mert üdvösséget hirdetnek ők is, de feltételekhez kötik, hogy mit kell cselekedni azért, hogy üdvözüljenek. Többek között ugye szakítani kell a hozzátartozóikkal, mert azok mind istentelen népség, és épp ezért ugye láthattuk a televízióban is, hogy családjuktól szakítanak el embereket, azért, hogy az ő tizedüket, azokat be tudják kebelezni, és nem sokszor nem is elégesznek meg azzal, hanem még az ő vagyonokat is rájuk kell íratni, mert hát így gyarapodhatnak.
de van még itt egy jó pár, ugye, amit szeretnék kiemelni. Az egyik legveszélyesebb tan a mostani napjaiban a José Silvának az agykontroll vallás. Ez nem is vallás tulajdonképpen, ez egy tanfolyam, ez egy olyan egyéni kezdeményezés, tehát egy tanfolyamon részt kell venni, és akkor az embert felhatalmazza egy idegen, szellemi valaki, aki nem az Isten, így írta José Silva, hogy nem az Isten, hanem egy hatalmasság, egy túlvilági hatalmasságtól kapja az erőt, az, hogy gyógyítsanak embereket, másik dolog, hogy még önmagukat is meggyógyítják, sőt, képessé tesznek, mindent elérhetnek, amit csak akarnak, hogyha kikapcsolják az ő gondolataikat, és kapcsolatba lépnek azzal a valakivel, azzal a szellemi lényel, aki meg tudja segíteni őket. És valóban tud is segíteni, mert ő is egy szellemi hatalmasság, tud segíteni. Például abban segíti legtöbben, fiatalok azért mennek el, mert most nagy divattá vált a nyelvtanulás, és a nyelvtanulásban nagyon tud segíteni, hiszen ha ő úgymond kikapcsolja magát, lemegyen alfába, ez a kifejezés, ugye, amikor önkívüli állapotba kerül, meditáció formájába, akkor ő megtanulhatja a nyelvet teljesen tökéletesen. Tehát ez is egyik veszedelmes dolog. Vagy nézzük meg, hogy mi is például a sátánizmus, vagyis egy vallás, most már van ilyen vallás is, vagy a boszorkány vallás, az is be van jegyezve a boszorkányok. Tehát a sátánizmusot láthatjuk, hogy imádják, a sátánt imádják, mi is a jelük neki? Hát a fordított kereszt. A fordított kereszt. Tehát éppen azért, hogy tagadják Jézus Krisztust is, a sátánt imádják, és valóban őtőle is várják a segítséget. Tehát ezek egyik legveszedelmesebb dolgok. De nézzünk ilyen szép kölcsösbe öltöztetett tanokat, például a krisnások. Tudjuk nagyon jó, hogy ők sem az Istent imádják, hanem Krisnát, az egy istenség, és látjuk, hogy tevékenykednek hazánkban is, mégpedig alamizsnálkodnak, tehát ételt osztanak, stb. Azért, hogy híveket toborozzanak a pokol számára, kárhozat számára. Tehát ez is veszedelmes dolog. De a másik veszedelmes dolog, ami szintén elhangzott szerdán, a Mária jelenéseknek a kultusza. Elmennek zarándok útra, hogy ott meggyógyuljanak emberek, mert csak ott lehet gyógyulni. Csak ott lehet meggyógyulni. Ez pedig keresztény, mázzal bevont sátánizmus. Nem más. Mert hát, aki nem magától az Úr Jézustól várja, hanem akkor is, hogyha Jézus anyjának vallják, várják, akkor is nem más, mint egy keresztény, mázzal bevont sátánizmus. De hogy említsek még egy néhányat, például, ami a fiataljainkat, gyermekeinket veszélyeztetik. Minden szülő szeretné azt, hogyha az ő gyermeke, ugye, meg tudná védeni különösképpen a mai korban, veszedelmes korban magát, és vannak ezek az úgynevezett keleti vallásokból, Kínából, Indiából bejött
karatyát, aztán, hogy mondjam, még aztán kung fu, és sorolhatnám még tovább ezeket a küzdősportokat, amelyek úgy csapják be az embert, hogy hát ezek csak védelmi sportok, hiszen hogy meg tudja magát védeni. Igen ám, de tudjuk nagyon jól, hogy ennek szerves része az egyik indiai vallási kultusznak az egyik része, amit úgy neveznek, hogy jóga. Az is hasonló az agykontrollhoz, hogy ott is ki kell kapcsolni az agyat, le kell menni törökülésbe, vagy mit tudom, jógaülésbe kell ülni, és akkor kikapcsolni az agyat, és kapcsolatba lépni azzal a szemlélni hatalmassággal, aki tudja őt segíteni, aki erőt tud adni neki. Azért mondom, hogy veszélyes dolog, ha már ilyen különösképpen fiatalon kapcsolatba lépnek a fiatalok a sátánnal, az ördögi tudományokkal, és milyen nehéz megtérni belőle. És ez egy csodálatos evangélium, kedves testvérek, hogy van szabadulás még ebből is. Tudjuk nagyon jól, hogy az Úr Jézus Krisztus a démonoktól meg tudta szabadítani a megszállottakat, akik az ő idejében éltek, sőt Pál apostolnak is megadatott, ez, hogy ki tudta űzni a démoni lelket, de tudjuk nagyon jól, hogy napjainkban is meg tudja szabadítani. Napjainkban is meg tudja szabadítani, mégpedig imádság és bőtölés által, ahogy Szentírásban is van. A hívőknek közös imádsága által. Természetes, hogy szabadulni kell, akarni kell az illetőnek is belőlem, mert érzi annak terhes voltát, mert ha jól érzi magát benne, és nem érzi, hogy bűn az, amit cselekszik, akkor abból nem fog tudni megszabadulni. Lépjünk tovább. Azt mondja, hogy képutatóan hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegedve a saját elkismertükben. Mindaz, amit elhitetnek az emberekkel, hogy tud boldogulni saját magad is, az hazugság. Isten nélkül az ember nem boldogulhat ebben a világban, ahogy délelőtt ige hirdetésben is elhangzott. Mindaz az ország, amely elveti az Istent, az elvész. Az elvész. Épp ezért olyan jó, kedves testvérek, hogy a kereszténység az védett állapotban van, mert maga az egyház ura, Jézus Krisztus védelmezi, hiszen őtőle kaptuk az ígéretet, hogy a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Viszont ne felejtsük el az Úr Jézusnak azt a kijelentését is. Ha eljön az embernek fia, vajon talál-e hitet a földön? Hát lehet, hogy ez a nemzedéket ki fog halni már akkor, amikor az Úr Jézus visszajön. És csak az istentelenek maradnak. Lehet, hogy lesz egy-kettő, mint Noé idejében is, hogy csak egyedül Noé találtatott igaznak Isten elő. De az már akkor nagyon veszedelmes állapotba fognak kerülni. Mert amint tudjuk, hogy Sodomában és Gomorában is csak egyedül Lót talált kedvet az Isten elő. És nézzük meg, hogy napjainkban divatos, az, hogy tiltják az egyes ételeknek a fogyasztását. Például a hús ételeknek a fogyasztását. Úgy hívják ezt, hogy vegetáriánizmus. Pedig az orvosok bebizonyították, hogy
nagy szükség van a húsban lévő ásványi anyagokra és fehérjére, rettenetes nagy szüksége van a szervezetnek. Különösképpen, hogyha a szülők ráveszik a gyermekeiket is, hogy vegetáriánus módon éljenek gyermekkorukba. Akkor van a legnagyobb szüksége. És benne van a Bibliában, hogy Istennek minden teremtménye jó, hogyha hálaadással élnek vele. Minden teremtménye jó. A zsidóknak is Isten nem a húsfogyasztást tiltotta meg, csak a tisztátalan állatok húsának a fogyasztását tiltotta meg. Na de látjuk, hogy az ember mennyire be lehet csapni. Egy ilyen viszlicsári dolgoknak tűnőkkel is pedig nagyon-nagyon veszedelmesek, mert ebből még vallást is csinál az ember. Még vallást is csinál. De ugyanolyan veszélyes, kedves testvérek, a helytelenül gyakorolt bőt is. Amikor a bőtnek üdvösségszerző tulajdonságok tulajdonítanak. Megsanyargatom az én testemet. Nem tudom, aki látta a Luther filmet, akkor biztos tudja, hogy Luther ugyancsak megsanyargatta az ő testét. Még a szégyűt belátta, hogy nincs üdvösségszerző ereje az ő testének sanyargatásának. Az Jézus az nem üdvösségszerző, és nem is javítja az embernek a lelki állapotát, nem fogja javítani. Nézzük meg, azt mondja itt az utolsó időkben, tiltják a házasságot is. Látjuk, hogy válságban van a házasság intézménye. Különösképpen itt a úgynevezett keresztény világban van válságban a házasság intézménye. Mert a mohamedánoknak, meg a buddhistáknak, stb. Eszükbe se jutna házasság nélkül együtt élni. Itt viszont már divatot űznek belőle. Hiszen nem jár elkötelezettséggel. Nagyon veszélyes dolog, mert Isten már az Édenkertben a házasság intézményét megalapította. Mert nem jó az embernek egyedül. És tiltják a házasságot, mert ugyanúgy, ahogy nem szereti az ember vállalni, az Isten iránti felelősséget sem, úgy az embertársa iránti felelősséget sem. Nem meri vállalni. Gondolom, hogy közrejátszik itt ebben az esetben a szakításnak a könnyebb lehetősége. Megspórolhatnak egy vállókereseket, egy vállókert esetleg. Vagy pedig csak úgy, add vissza a babaruhámat, és akkor váljunk külön, menjünk külön, keresünk másik partnert. Ugye, hogy nem csak a mai szokás ez, hanem már itt Timóteust is inteni kellett az apostolnak erre a dologra. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgálja leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igényével táplálkozol, melynek követőjévé is lettél. Attól függ, hogy minek válunk, vagy kinek válunk a követőjévé. Hogyha Jézus Krisztus követőjé akarunk lenni, akkor az ő tanítását kell magunkévá tenni. Semmi más tanítással nem keverve, nem elegyítve. Hogy hívják azt a bort, amit felvizeznek? Hamis. Vizes bort. Vizezett bort. Nem szabad elegyíteni semmit sem, mert láthatjuk, hogy hova vezet, amint említettem, oda fog vezetni, hogy
az embert becsapják azzal, hogy a cselekedet az üdvösség szerző. És látjuk, hogy az emberek tömegei vándorolnak úgy, ahogy elvándorolnak a Mohamedánok Mekkába, a Kába kőhöz, mert üdvösségszerző, ugyanúgy elvándorolnak Mária Pócsra, sorolhatnám tovább, a keresztények, mert le akarják vezekelni az ő bűneiket. Hogy esetleg, amit említettem, meg akarnak gyógyulni. Gyógyulást várnak tőle. Ne elegyítsük a tiszta tanítást, ezt írja, mert ha ezt tanítod, jó szolgálja leszel Krisztus Jézusnak. Jó szolgálja leszel. Vigyázzunk, hogy el ne térítsen senki sem Jézus Krisztusban vetett hitünktől, és ne próbáljunk táplálék kiegészítőkhöz nyúlni. Lelki táplálék kiegészítése. Még óvnám a testvéreket attól is, hogy amit a Jehova tanúi, őket nem is említettem, bedobnak prospektusokat, még csak kísérletképpen se olvassuk el, hanem dobjuk be egyből a tűzbe. Mert fertőző. Fertőző. Amen. Magasztalunk téged, mennyi édesatyánk, felséges Istenünk, mikor eljött az időknek a teljessége, akkor kibocsátottad a te fiadat, aki asszonytól lett, Jézus Krisztust, aki üdvösség szerzővé lett, hogy megváltsa mindazokat, akik a kárhozat állapotában vannak, akik hozzá kiáltanak, azok megtartatnak. Köszönjük te néked, Úr Jézus, hogy tanítottál bennünket itt. Több mint 3 éven keresztül tanítottad az Isten országát. Adja tudunk, hogy valóban csak egyedül a Szentírást tartsuk szem előtt, és annak a tanítását fogadjuk el, és ne hallgassunk az idegen tanítókra. Különösképpen akkor őrizd meg bennünket, amikor betegséggel látogatsz meg bennünket, ne forduljunk kuruzsókhoz, olyanokhoz, Urunk, akik kínálnak gyógyulási lehetőséget, mert a beteg ember különösképpen veszélyeztetett. Tudjuk azt, hogy aki te hozzád fordul, az semmiképpen ki nem beteg. Taníts minket imádkozni, igaz hitből, tiszta szívvel, mert hogyha a kedved szerint való valakinek a gyógyulása, azt úgy is megteszed. De hogyha meg akarod hagyni a betegséget a testünkben, azért is legyen a tiéd a dicsőség. Mert te tudod, hogy mi jó nekünk. Könyörgök te hozzád szeretteinkért. Könyörgök, te óvd meg őket is az idegen tanításoktól is, akik még nem tértek meg, hogy ők is megtérjenek. Te látod, hogy ifjúságunkat milyen sok veszély fenyegeti. Óvd meg őket is, Urunk, és hozd ki a sötétségből a világosságra. Könyörgök te hozzád egyházadért, te adj megújulást az egyháznak, adj ébredést, Urunk. Így visszük eléd majd az elkövetkezendő konferenciánkat. Urunk, te készítsd el azokat az alkalmakat, hogy minél többen megújuljanak, vagy megtérjenek. Könyörgök, te áld meg a gyülekezetünk életét. Köszönjük, hogy mindeddig megsegítettél bennünket, és nem hagytál bennünket megszégyenülni. Könyörgök, te hozzád, mennyi édesatyánk, magyar népünkért is. Te hozd ki ezt a nemzetet a szorultságából, a veszedelemből. Adjad, hogy a nyomorúságban a magyar nép is te hozzád tudjon kiáltani, és téged fogadjon el segítőjének egyedül, és ne a nagy hatalmakat, Urunk. Könyörgök, adj bölcsességet a nép vezetőjének. Áld meg a mi hétköznapjainkat is, te adj erőt fizikai munkánk végzésében is,
adjak, hogy tudjunk rá figyelni minden dolgunkban. Hallgass meg minket, Szent Fiad, az Úr Jézus nevére kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteltünk szervesése az adakozás, előttünk bejelzem az apostol intését, jobb adni, mint kapni. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, Szentlélek velünk való közössége, maradjon mindnyájan kivélete. Amen. Isten tiszteltünk végeztével, énekeljük a 338-as dicséretet, lelki próbáimban Jézus végjelen. Lelki próbáimban Jézus légy velem, el ne tántorodjék tőled életem, félelem a bánkon, nyereség kísér, tőled elszakadnom, ne hagyd semmi. Áldás, békesség Istennek.